Ha lassan is, de tovább terjed az influenza az országban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legfrissebb adatok szerint egy hét alatt mintegy 40%-kal nőtt az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Hiába tombol a járvány, a vírus elleni oltóanyagra alig van igény. Január vége óta influenza járvány van Magyarországon. Az ilyen tünetekkel kezelt betegek száma pedig azóta töretlenül emelkedik. Február 3-a és 9-e között országosan közel 35 ezerrel lettek többen azok, akik ebből az okból fordultak orvoshoz. A legtöbb megyében van olyan egészségügyi intézmény, ahol részleges vagy teljes látogatási tilalmat rendeltek el. Hétfőtől a József András Oktató Kórház is ezek közé tartozik. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nagy baj lenne, hanem inkább egy védő-óvó intézkedés, amivel védjük azokat a betegeket, akik nagyon súlyos állapotban vannak, hiszen tudjuk, hogy bármiféle légúti megbetegedés, beszéljünk influenzáról, vagy más vírus, vagy bakteriális fertőzésről, ezeket az embereket érinti legsúlyosabban. Az influenza elleni védőoltást ingyenesen a rizikócsoportba tartozók kaphatják meg. Noha hétről hétre nő a megbetegedések száma, a térítésmentes vakcinákat a jogosultak mindössze alig több, mint fele vette eddig igénybe. Mint a megyei tiszti főorvos elmondta, a védőoltás mindenki számára elérhető. A megelőzésben azonban nem csak ennek, hanem az egészséges életmódnak is nagy szerepe van. Tekintettel arra, hogy a vírus cseppfertőzéssel terjed, éppen ezért a megelőzésbe nagyon sok dolog beletartozik. Elsődleges a gyakori kézmosás, a másik ne engedjük, hogy ránk ölgjenek, ránk prüszköljenek. Maszkot nem kell használni, de hogyha a tömegbe megyünk, akkor erre ügyeljünk. A megelőzéshez természetesen hozzátartozik a vitamindús táplálkozás, bőfolyadékfogyasztás, aludjuk ki magunkat, megfelelően táplálkozzunk. A Népegészségügyi Központ felhívása szerint, aki az influenza tüneteit észleli, semmiképpen ne menjen tömegbe és azonnal keresse fel házi orvosát. Vendégem a 35 perc stúdiójában dr. Súr Zoltán házi orvos, a Magyar Orvosi Kamara megyei területi szervezetének első embere, elnöke. Köszöntöm. Üdvözlöm, üdvözlöm a nézőket is. Hát a napokban, hetekben ez most egy nagyon fontos téma, amiről beszélgetünk. Ha már úgy kezdődik egy mondat, hogy tombol az influenza, akkor ott már igazi járványra kell gondolni. Ez egyébként számadatokban mit takar? Valóban az elmúlt héten, a korábbi héthez összevetve, a figyelőszolgálat adatai alapján és a saját praxisom tapasztalata is ez, hogy fokozódott, növekedett a légúti fertőzéssel, lázos állapottal orvoshoz forduló betegeknek az aránya. Ez ugye működik egy figyelőszolgálat, minden évben a ANTS kiválaszt néhány házi orvosi szolgálatot, akik hétről hétre jelentést adnak a náluk lázas influenza-szerű megbetegedéssel orvoshoz fordulóknak az arányáról. Fontos, hogy ez influenza-szerű megbetegedés jelent, ez nem feltétlenül influenzát, sokszor a köznyelv is összekeveri az influenzát, illetve az igazi lázas vírusos fertőzést, így az influenzában a vezető tünet nem annyira a légúti panaszok, mint inkább ez a magas láz, gyengeség, levertség, ízületi fájdalom, végtagfájdalom, míg a felső légúti egyszerű vírusos fertőzésben azért inkább ezek a felső légúti tünetek, amik vezetnek. Országosan 17% környékén növekedett az előző héthez képest, és valóban a megyében ennél jelentősebb arányban, 40% fölötti arányban növekedett ez alapján figyelőszolgálat jelentései alapján a ilyen jellegű megbetegedés orvoshoz fordulóknak az aránya. Ilyenkor meddig működik ez a figyelőszolgálat? A tavasz közepéig, egész pontosan nem emlékszem, viszonylag régen voltam már figyelő szolgálati orvos, de talán úgy emlékszem, hogy április végéig adnak a kollégák információt a lázas megbetegedésekről. A prevenció ugye minden területen nagyon fontos. Itt a felső légúti megbetegedések esetében, konkrétan az influenza tekintetében, mivel tudjuk ennek az útját szegni? Hát két módon. Az influenza, ha csak konkrétan az influenzáról beszélünk, akkor két módon. Egyrészt ugye oltással, hiszen az influenza ellen létezik védőoltás.
Igaz ugyan, hogy az influenza vírus egy roppant változékony vírus, ezért évről évre az Egészségügyi Világszervezet meghatározza az előző influenza szezon leggyakoribb vírustörzsei alapján egy oltást összetételét, melyik vírustörzsek kerüljenek bele. Ez három vírustörzset jelent alapvetően A, illetve B vírusról beszélünk az influenzánál, és ezt határozza meg a WHO. Tehát az oltást az egyik legfontosabb, csak ugye ezt minden évben meg kell ismételni, hiszen a vírus változékony. A másik pedig, ez meg már mindenki számára fontos és hasznos és követendő, ahogy tiszti főorvosnő is beszélt róla, a megfelelő kézhigiéné, a gyakori kézmosás, a kézmosás alkoholos kézfertőtlenítővel, vagy akár sima kézmosás is jelent fontos, hogy a tenyéri, a háti felszínt, illetve a körmök területét is mossuk meg, és alapos legyen ez a kézmosás, a megfelelő köhögési etikett, vagy zsebkendőben, nem a tenyerünkben, a könyökhajlatban tüsszentünk, illetve hát nyilván, hogyha lázas, fertőző betegek vagyunk, akkor lehetőség szerint maradjunk otthon, és ne menjünk közösségbe, és a gyereket is lehetőség szerint tartsuk odahaza. Az oltás beadásának mi a jó ideje? A hatása, ami ugye védelmet nyújt az adott egyén számára, az mondjuk egy esztendő, vagy inkább azért mondjuk, hogy minden esztendőben be kell adatni az oltóanyagot, mert hogy arra az időszakra elegendő, amíg mondjuk tombol az influenza. A helyzet az, hogy igazából az influenza vírus változékonysága miatt képzelhető el, hogy az előző influenza szezonhoz képest annyira megváltozik a vírusnak a megjelenése, hogy tulajdonképpen az előző évi oltás már nem fog megvédeni minket a következőben. Ez persze nem biztos, elképzelhető, hogy ugyanaz a vírus törzs lesz a leggyakoribb. Akkor viszont védelmet tudna nyújtani. De ezért kell megismételni igazából az oltást, és a fontos tudni, hogy ugye az oltást követően 2 hét, míg kialakul a teljes immunológiai védettség. Persze, amint megkapja az ember a védőoltást, elindul a szervezetnek a védekező mechanizmus, az immunrendszer dolgozik, és valamelyes védettség kezd kialakulni, de a teljes védettségre azt tudjuk mondani, hogy ez 2 hét. E tekintetben talán már egy kicsit el is vagyunk késve, hiszen az influenza járványban még 2 hetet várunk, talán inkább már a lecsengését várhatjuk addigra. Persze láttunk már olyat, hogy márciusban még egyszer megjelent az influenza járvány, szóval az soha nem késő. De hát a legoptimálisabb beadatásának az időszaka az az október-november. November elején szokott általában megérkezni a házőrsi rendelőbe az ingyenesen elérhető oltóanyag. Hát akik egyébként az információkat figyelemmel követik, tehát akár az interneten, akár a televízióban, vagy a nyomtatott sajtóban, konkrétan mi itt a 35 percben is nem egy alkalommal beszéltünk erről a témáról, tehát mindig időben szó esik erről, és témaként felmerül a szerkesztőknél feltétlenül. Most viszont, ha már arról beszélünk, hogy főleg itt a megyében egészen magas számban betegedtek meg az itt élők, akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy mire figyeljenek, hogy minél hamarabb kijöjjenek a betegségből, vagy hogy mondjuk ne essenek vissza. Hát alapvetően ugye lehetőség szerint ne adjuk tovább a fertőzést. Ebben például nagy szerepe lenne az oltásnak, hiszen ha nagyobb az átoltottság aránya a populációban, akkor nem tud tovább terjedni a vírus. Tehát ha egy nagy százaléka átoltott a populációnak, mondjuk akár 50%-a, akkor azzal tulajdonképpen nem csak magamat, hanem a környezetemet is védem. De ha már a betegségről beszélünk, hogyha megbetegedett az ember, akkor igazából a folyadékpótlás, vírusfertőzésről van szó, tulajdonképpen itt tüneti kezelés az, ami felmerül, nagy dózisú vitaminbevitel, folyadékpótlás, lázcsillapítás és pihenés. Egy nagy alvás ilyenkor jól szokott jönni. Mindenkit azt arra bátorítok, hogy ilyenkor lehetőség szerint valóban a szervezete jelzéseit vegye komolyan, és tényleg pihenjen egy kicsit. Szoktuk ezt úgy is mondani otthon, ugye, hogy kényszerpihenőt kaptunk egy kicsit. Viszont ilyenkor a kórházakban is látogatási tilalmat rendelnek már el. Erről is érdemes pár szót váltanunk, illetve arról, hogy azért a rizikócsoportoknak mindig jobban kell figyelni önmagukra. Való igaz, most már részleges látogatási tilalom van a kórházban. Ugye a szülészeti gyerekgyógyászati osztályon, a pulmonológián, az intenzív terápiás osztályon, sürgősségi osztályon, hematológia, onkológia területén látogatási tilalom van. Értelemszerűen pontosan azokat az osztályokat soroltam fel, amik igazából a sérülékeny csoportot is jelentenek. Ugye amikor az ingyenes oltásról beszélünk, akkor meg is határozza az ANTS,
az, hogy ki az, aki térítésmentesen jogosult az oltásra. Gyakorlatilag ezeknek a köre 60 év felettiek ingyenesen kaphatnak oltást, a szív- és érrendszeri betegek, az anyagcserebetegek, a májvesebetegek, terhes várandós nők, vagy akik babavárás előtt vannak, ezek számára fontos, illetve ők igazából valóban sérülékenyek is ebből a szempontból, hiszen ha őket egy influenza vírus fertőzés éri, akkor annak sokkal súlyosabb tünetei vannak, illetve magasabb a szövődményeknek az aránya is. Fontos ezt tudni, hogy jelenleg ugyanis Magyarországon többen halnak meg influenzában, mint a sokkal nagyobb nyilvánosságot kapó koronavírus fertőzésbe, hiszen itt gyakorlatilag Európában még nincsen halálos megbetegedés a koronavírust, illetően még Magyarországon és Európában is számos olyan beteg van, aki az influenza vírusnak a szövődményeként hal meg sajnos. Az utolsó kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy miért nem élnek többen azzal, hogy az oltást beadatják maguknak? Hát az oltásoknak van egy negatív sajtója, vagy hát hogy fogalmazzak, hamarabb meghallják az emberek a negatívumokat az oltásokkal kapcsolatban, különösen a közösségi média teret térnyerése óta. Sokkal kevesebben beszélünk arról, amikor az oltás felvételét követően gyakorlatilag nem betegedtek meg az emberek. És igen, ez a félelem az, illetve az influenza oltásról, hogy beszéltük, hogy nem az van, hogy beoltottuk magunkat, és akkor 5 évre, 10 évre letudtuk a védettségünket, hanem valóban évről évre ezt meg kell ismételni. Az emberek nem szeretik a tűt, kicsit óckodnak, tartózkodnak tőle, pedig a házi orvosokat is segítik önmagukon túl ezzel. Sokszor gyakorlatilag nekünk a 60 év felettieket, hogy milyen arányban oltottuk át, ezt kifejezetten figyeli a finanszírozó. Ez a finanszírozásunk egyik részét jelenti, hogy milyen arányban oltottuk be az idős lakosságot. Szóval oda kellene igazából erre figyelnie mindenkinek, egy picit nagyobb felelősséget tulajdonítani önmaga egészsége, és hogy beszéltem róla a nyári immunitás miatt, a környezetének a védelme érdekében is minél többen kapják meg az oltást, a vírusnak annál kisebb tere van tért nyerni. Bár lecsengőben van a járvány, reméljük, azért erről nem lehet eleget beszélni. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.